Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket! Makó Edina vagyok, természetgyógyász, fitoterapeuta, egészségmentor. Azt vallom, és tapasztalom is a gyakorlatban, hogy az igazi gyógyulást akkor tudjuk elérni, hogyha mind a fizikai testünket, a lelkünket és a tudatunkat egyaránt takarítjuk, és tápláljuk is. Most már lassan megtanuljátok, minden videó elején ezt elmondom, mert azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, illetve ezek azok az értékek, amiket én képviselek, és amik mentén tudok segíteni a hozzám fordulókhoz is. Hát a mai videóban a spirituális fejlődésről, a lelkünk, tudatunk fejlődéséről szeretnék egy kicsit beszélni nektek, illetve az odavezető útról, és leginkább elsősorban azoknak szól most ez a videó, akik fáznak ettől egy kicsit, és rosszul vannak akkor, amikor meglátnak valakit ilyen ruhában, mint én most vagyok. Direkt vettem fel ezt a ruhámat, nagyon-nagyon régen volt rajtam, de tudom, hogy akkor, amikor feltesszük azt a kérdést, hogy mi az a spiritualitás, ki az, aki spirituális, nagyon sok esetben az embereknek ilyen fura ruhákban járó egyének jutnak az eszükbe, akik törökülésben ülnek, meg esetleg fura a frizurájuk, meg meditálnak, meg mantráznak, meg mindenféle fura dolgokról beszélgetnek, és most azoknak hozom ezt a videót, akik azt gondolják, hogy kizárólag így lehet spirituális úton fejlődni. Nekem is volt egy ilyen időszakom, 2006 vagy 6 óta foglalkoztam Pránanadival, és nagyon-nagyon sokat tanultam, tapasztaltam, fejlődtem abban az időszakomban, és a mai napig használom az ott tanultakat. Ennek keretében voltam Nepálban, voltam kolostorokban, nagyon-nagyon érdekes energiákat, erőket sikerült megtapasztalni, rengeteget meditáltam, rengeteget mantráztam, végeztem leborulásokat, és nagyon értékes tapasztalásokat szereztem ezen az úton. De ettől függetlenül nem feltétlenül és kizárólag ez lehetséges az út ahhoz, hogy valaki spirituálisan fejlődjön. Sőt, hogyha a saját magam életét nézem, nekem sem feltétlenül ezek a gyakorlások hozták el kizárólag a fejlődést és a tapasztalást. Ezek eszközök voltak arra, hogy energetikailag emelkedjek, erősebb legyek, legyen jobban erőm belemenni helyzetekbe, tisztuljon a tudatom, és egyre inkább rálássak arra, hogy hogyan működik körülöttem a világ, hogyan működök én, hogyan tudom a lehető legjobban a saját hasznomra fordítani azokat a tapasztalásokat, amik így jönnek a környezetemből. Hát nem egyszerű nyilván ez az út, mert a való világunk nem feltétlenül erről szól. Az, aki a hétköznapok tekerésében van, nem tud fizikálisan annyit meditálni, annyit mantrázni, hogy kizárólag azzal meg tudja oldani a fejlődését. És ez a spirituális fejlődés az én nézőpontomból elsősorban azt jelenti, hogy ez a megértés, amiről az előbb beszéltem, minél inkább megszülessen, minél inkább tisztuljon a tudatunk, táguljon a tudatunk, és egyre jobban rálássunk arra, hogy tulajdonképpen miért is vagyunk mi itt. Mi a mi dolgunk, miért születtünk le. És akkor, hogyha érzed, hogy el kellene indulni ezen az úton, akkor szerintem a legeslegfontosabb az az, hogy kezdjél el nyitott lenni. Szokták mondani azt, hogy rálépni a spirituális útra, de Isten igazából az én nézőpontom szerint már rajta vagyunk. Megszülettünk és ráléptünk a spirituális útra. Az már más kérdés, hogy azokat a tanításokat, azokat a helyzeteket tudtuk-e értelmezni, tehát elindultunk-e a spirituális úton, az már egy másik kérdés, de szerintem rajta vagyunk, mert az egész életünk erről szól, az egész életünk egy nagy tanítás. Aztán szokott jönni a másik kérdés, hogy miért kell nekem elindulni? De az egyik válaszom az, hogy nem kell. Tehát, hogy kelleni semmiképpen nem kell.
De, amit az előbb is már mondtam, minél inkább megérted azt, hogy mi zajlik benned, körülötted, mi miért volt, ki miért jött be az életedbe, az mit akart neked tanítani, ki miért, hova terelt, hogyha megérted ezeket a dolgokat, akkor sokkal könnyebben tud működni az életed, illetve egy csomó kellemetlen helyzettől megkíméled magadat. Azok a lelki folyamatok, amik zajlanak, azok a fizikai tünetek, illetve a betegségek is, mind-mind egyfajta kommunikáció a felsőbb énünkön keresztül. Ugye néhány betegségre már azt mondják, hogy jó, pszichoszomatikus. Hát én azt gondolom, hogy szinte minden betegségnek megvan a mögöttes üzenete, hogy mit akar nekünk magyarázni, és hogyha azon elgondolkodsz egy kicsit, akkor az mutatja neked az utat, hogy hogyan tudsz változtatni az életeden. Akkor, amikor látsz ilyen ruhába öltözve embereket, és azt is mondja, hogy egyébként meg rengeteget meditált, meg mantrázott, meg nem tudom hányszor elvonult már, és még sincs rendben az élete, az azért van, mert hát nyilván valamit nem jól csinált, valami gigszer van, és az esetek nagy százalékában én azt látom, hogy nem tudott rálátni, nem volt képes, hogy rálásson arra, hogy miben kellene változtasson. Ha rálátott, az még nagyobb baj, hogy rálátott, de nem hozta meg a döntést. Nem döntött, vagy meghozta a döntést, az meg még nagyobb baj, hogy meghozta a döntést, nagyon jól megcsinálom, és nem csinálta meg. Tehát, hogy ezek a fejlődésünknek a kulcsai, azt gondolom, hogy gyűjtsünk erőt, tisztítsuk a tudatunkat, és amikor, ahogyan tisztul a tudatunk, egyre inkább rálátunk helyzetekre, akkor viszont meg kell hozni a döntést, és cselekedni kell. Ezek nem mindig ilyen hatalmas horderejű dolgok, hogy el kell válnunk, meg ott kell hagynunk a munkahelyünket, meg mit tudom én, meg külföldre kell költöznünk, meg haza kell költöznünk. Nem kell mindig ilyen nagy dolgokban gondolkozni. Nagyon sokszor pici kis nüanszok azok, amiknek benne, ha változtatunk, akkor nagyon nagy mértékben meg tudjuk az életünket könnyíteni. Még egy, ami felszokott jönni, hogy hát rohadt macerás ez a fejlődősdi. Én nekem erre már nincsen szükségem, én már ezt nem akarom, én már annyi mindent megcsináltam, és még mindig nem jó, ez se jó, az se jó, az se jó, és igen, ez lehet macerás. De, hogyha azokat, amiket az előbb felsoroltam, azokat megteszed, akkor nem lesz macerás, mert azért macerás, és azért érzed macerásnak és nyögvenyelősnek, mert kihagyod ezeket a lépéseket. Ha viszont nem lesz tisztán, és egyedül nem megy, akkor meg keressél valakit, aki segít neked rálátni, aki segít neked tisztában látni, aki bele tudja tolni az arcodat a trotyiba, hogyha te nem akarod, mert néha szükség van erre. Tehát néha szükséges az, hogy valaki kívülről azt mondja, hogy de, menjél és csináld meg. És amikor nyilván megcsinálod, átmész rajta, akkor rájössz, hogy jé, ez nem is volt ekkora cucc, mint amikor erre gondoltad, tehát annyira nem volt vészes. De az esetek nagy százalékában, amikor a tutyi közepén tapicskol valaki, az azért van, mert nem volt meg a tudása, nem tudott rálátni, nem kért segítséget, ha meglátta, akkor meg nem döntött és nem cselekedett. Úgyhogy ezek nagyon fontos lépések, amiket nem lehet kihagyni. Na, de nem feltétlenül kell hozzá ez a ruha, jó? De egyébként tök szép ez a blúz, nem? nem feltétlenül kell hozzá ez a ruha. De az, hogy megértsd, hogy mi zajlik körülötted az életedben, hogy mi miért jött, miért van az a fizikai tüneted, miért van egy kupacban a gyomrod, amikor találkozol valakivel. Na, ha ezeket megérted, akkor elindultál az úton, szuper, és fejlődni fogsz. A rossz hírem az az, hogyha mégsem teszed ezt meg, akkor a felsőbb éned, vagy az univerzum, vagy mindegy, kire gondolunk, az meg fogja hozni helyetted a döntést. Viszont nagyon fontos azon elgondolkozni, hogy amikor te hozod a döntést, amikor saját magad szándékából tudatosan cselekszel, akkor fejlődsz. Akkor, amikor egy fizikai tünet, egy betegség, egy baleset, egy bármi belelök, mert te nem hoztad meg a döntést előtte, de már egyszerűen tarthatatlan volt az állapot,
Úgyhogy feletted intézkedett valaki, vagy te a felsőbbéned, vagy mit tudom én. Tehát hogy a lényeg az az, hogy belelőttek egy adott helyzetbe, szituációba. Nyilván abból is sokat lehet tanulni és fejlődni. Főleg akkor, ha nem hőbörögsz, háborogsz miatta, hanem áldásnak és nem átoknak tekinted. Akkor meg tudod még látni benne a tanítást, de mi lenne, hogyha ezeket mondjuk kihagynád, és anélkül is elindulnál az úton, és elkezdenél fejlődni? Hát jó, gondolkodást kívánok nektek, hogyha úgy érzed, hogy szükséged van a segítségre, szívesen rendelkezésedre állok én is. Itt a videó alatt találsz hozzám elérhetőséget, jelentkezzél hozzám egy ingyenes konzultációra, beszéljük meg, hogy mi a helyzet nálad most, mi a célod, és hogy tudok-e neked ebben segíteni. Sziasztok!